aqui.
voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. Sziasztok, nagyon szép, nagyon szép estét kívánok nektek, sok szeretettel üdvözöllek titeket. Itt az újabb Simco szezon, nagyjából olyan 3 hete jelent meg az R-Factor 2-re egy gyári content, méghozzá 3 McLaren a régi időkből, és ebből lesz nekünk egy 9 fordulós bajnokság, 3 autó van, és 3-3-3 futamon fogjuk őket használni. Az első az az McLaren M23-as lesz, amit 1973-tól egy pár évig használtak. Egy igazi fenevad, nagyon élvezetes vezetni. Meglátjátok majd, hogy lehet nagyon ráncigálni az autót, határokon túl is lehet akár vele autózni, nagyon jó, eddig nagyon tetszik. Tempó az úgy látszik, hogy van, egyelőre leggyorsabb körrel első helyen vagyok, de mint tudjuk, még azért sokat javulhatnak a többiek is, illetve még a pálya is javul, meg hát szokni kell még a többieknek is, úgy mint nekem is ezt az autót.
És akkor kerek egy perc múlva, akkor el is fogunk indulni a fél órás időmérővel. Ja, itt a képen látható egyébként ez a szépség. Én azért választottam egy másik liveryt, mármint festés hozzá. Ugye McLaren Shadowhoz kiadtak egy párat. Egy ilyen pirosas bordós színűvel fogok menni. Nem a gyárival, mert azt a jó páran használják. Már csak úgy megkülönböztetés gyanánt is. Na, azt mondja, hogy be is lépünk. Itt már van hang. Ja, nem szabad edzés. Időmérő. Pont most rakja át. Szuper. Mondtak egyébként esőt is, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy fog majd ilyesmi történni a későbbiekben. És akkor fél óra mostantól. Hello, Omnius. Szóval 1.26.0-ás volt a kör, hát azt minimum meg kell futni, de volt még benne, tehát szerintem itt többen is 25 végét, közepét fogunk menni. És hát ez az autó visít. Jaj, mentünk, megyünk. Majd verseny közben. Én a tesztemen végig esőbe mentem. Hát nagyon neccesen, igen. Egy tábla. Kicsit lecsúsztam. Hát igen, óriásit hibáztam, de meg lehetett fogni az autót. És minden működik a Delta.
Ez még az F1 autóval kár, hogy én már nem láttam élőben. Hát igen. Ez... Jó, mondjuk egy jó 20 másodperccel lassabb, mint a maiak. De... hát igen. Legalábbis ezen a pályán. Na jó, nem 20, mert 15 talán. Már valami hasonló. Az a macska amúgy az ő macskája annak, akitől van. És szoktad használni sünit más streamereknél? Azt tudom, amit kérdeztem. Ja, de, megvan, tőle van, és a sönit szoktad más streamereknél is használni. Akkor más is ilyen őrült, hogy a saját macskájáról csinál egy izét. Emótot. Én? A főnökkel? Ez kész. Ahogy izé... meg lehet csúsztatni az autót. Jó, ott a középső részen, ja. Szóval jó a rövid távú memóriád. Lehetséges.
Na, senki sem ment jó kört, úgy látom, mert 6 tizedre vagyok a leggyorsabb körömtől, és vagyok második. Menjél, menjél, menjél. De jó, megint utolérek valakit. Jó, legalább eldobtam. Hogy tetszett a tegnapi futam? És FPS megvan. Tetszett a futam. Ha Hamilton nem támadta volna ki, mit szerintem még Verstappen meg is nyerhette volna akár. De hogy bírta ki, például Supersofton, nem, tehát Verstappen olyat ment, hogy az valami elképesztő. Hát Kiminek meg, hát végre összejött. Vettel megint elrontotta, Hamilton meg... Szerintem tök mindegy, hogy most mit izélnek. Most hol lesz bajnok? Hát most 3 futam alatt összehoz 5 pontot, vagy mennyi kell neki. Úgyhogy a tetszett. Nem aludtam el rajta, pedig marhára fáradt voltam. Verseny volt. Utólag kizárták egyébként Magnussent meg Okont. Valami az üzemanyag fogyasztással volt nekik probléma. Szia Zsófi! Thank you.
Ó, azt hittem meg lesz a 25-ös kör, de nem. Csapkodás és kiabálás? Nem tudom. Könnyen összejött. Tudok még menni kört? Igen. Még ezen kívül egyet. Új, de megcsúszott. Akkor maradsz, csak akkor maradsz. Ez mi az Isten? Defender, édes Istenem. Be is szaglatott a gép tőle. Pedig jónak tűnt. Hát ahhoz képest, hogy van jó pár újja, csak 16-an vagyunk. Kicsit csalódás. Na, jössz? Vagy mi lesz? Jaj! Parkodjatok, mert még van benne. Tudom. Hát, ha... Na jó, ide nem volt semmit. Így van. Ha már pályán nem megy, mi? Fogtok ti még gyorsulni, nem aggódok. Jaj, ez már sok. A legnagyobb rajongók itt vannak. Ez egyértelmű. Itt versenykilométerre nincs. Mármint, na szóval versenyre nem gyakoroltam, úgyhogy...
meg nagyobb rajongók mindig itt vannak. Apropó, gyűjtsétek a süni simogatásokat nagyon serényen, mert a hétvégi nyereménysorsolásnál fontos szerepet fognak játszani, mondom, fontos szerepet fognak játszani. Szép. Ó, elrontottam. Azért. Maxány, azt a mindenit. Ahhoz képest nincs nagyon lemaradva. Az szép. Na. Mi ez a mosómedve? A kis aranyos. Nincs hang, hello Sumihun. Tényleg nincs. Többiek írják már meg, hogy tényleg nincs hang. Nagyon keresem a határokat. Pedig amit ki lehet... Amit ki lehet belőle autózni, az... Jó van, tudom, hogy szuszogok. De csak így hallotok rendesen. Szóval azt a maradék... 1-2 tizedet nagyon ki kellene autózni.
Nem. Mi vagyunk meg. Hozzátartozik a streamhez. Legalább tudjátok, hogy életben vagyok, nem csak így agyhalottként vezetek. Bár az... Nem, már a zombik is lélegeznek. Akkor... Passz. Vagy nem lélegeznek? Talán se tudja. Nem. Kérünk friss gumikért. Gondolom, jó szoros mögöttem. A helyzet 147 ezred, hát ezt simán, ezt egy kanyart jobban. Azt beszédből is tudnánk, hogy élsz. De hosszabb ideig nem szólalok meg, akkor mi van? Oly kellene az a maradék 1-2 tized gyerünk. Mennyi jó? Na, renged vagy, most mit csinál? Gyönünk, hozzuk össze! Nem. Hát a 3 órás versenyen az sokáig csendben voltam. Hát nagyon koncentráltam. Utolsó kör, vagy utolsó lehetőség. Nem. Ez nem lesz meg.
Hello, Tommy. Azaz, nem rála őtől szóljanak neki. Na jó, itt már csak bízni lehet abban, hogy nem fognak javítani. Látom, ha Godek nem, akkor még Kis Balázsnak összejöhet. Híí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 
Tetszik, hogy ennyire csúszkál. Akkor! Úristen! Polban a magyar fiú! Basszus! Hát de szíves, éles körülmények között azt sem tudom, mikor voltam utoljára pole pozícióban. Jézus! Azt a mindenit. Az igen. Köszönöm. Jaj, hol a hűtő? Na, dobok egy 3-ast, szerintem úgy elég. Ez 1-es, az bírni fogja. Hát ezt nem tudom honnan hoztam össze. Nagyon gyors szünetre elmegyek egy pillanat. Addig nézzetek valakit. Na, kiment ki. Na, Balit nézzétek addig. Fú, na itt vagyok. Na gyorsan nézzük. Aj, rajtot kell mindenféleképpen nézni. Na, ki mennyit számolt literre? Oké. Okay. Igen. Hát ez a süni szárnyakkal ez haláli.
Az igen. Édes Istenem. Még már hára feltűnő vagyok. Múltkori... Jaj, engedélyezzétek, nem tudom mit nem tetszik neki. A lényeg, hogy a múltkori Indy Lights futamon kiestem, ugyanis a gépen. Ha-ha-ha. Ugyanis a gépem úgy gondolta, hogy ő nem akarja, hogy én itten versenyezzek. Ugyan magyarán kifagyott a gépem. Közben a srácokat hallani kellene nektek. Modik tudják engedélyezni a szöveg, tegyék meg létjen, oké, kedvesek. De ebbe, hogy a múltkori Indy Lights futam, hanyadik lettél, ebben milyen szó van? Ez a másik bajnokság? Igen. Jövő héten már lesz. De most kapcsoltam be őket. Egyezte valaki amúgy a BTCC-t? Az záró futamot? Nem. Hát halljátok. Szerintem a három verseny alatt összességében több minden történt, mint a WTCS szezonban. Hát ez ilyen. Iszonyatosan izgalmas volt, nagyon durva volt. Szóval elkezdem jövőre nézni. Szerintem simán teligázzal elindulok, ez lesz ami lesz. Ja, te róról nem tudsz. Na, hát most miért lesz nekem? De bocs. Blokkoltam. Várjál meg. Uga, jó, hát egy kör nem mentem versenyen. Hát... Jó, akkor. Ez meg most elütötted a futóművet. Nem, mert én el tudtam olvasni. Meg gondoltam, megyek egy fél kört. Hát akkor escape, azt még egyszer. Na fasz, hát mire kijövök a boxból, letelik az idő. Ahogy is. Ahogy nem. Fixzok a kezek. Csápokat csináljátok Sininek, van olyan is, tudom. Egyetem megkottyan ennek az autónak a teli. Annyira nem érzem rajta. Nem, ez nem teli. Ja, amúgy meg igen. Lehet a teli megkottyanna neki. Jó van akkor, nem számít. Elkezdene esni az eső. Hát azt hiszem lenne sírás. Hú, gyerekek, nem tudom mire számít csak. Szerintem te mész egyedül a mezőnybe, Maxi szárnya. Megnövekednének az esélyeid. Nem mondtam, hogy verseny is azzal megyek. Köszönöm szépen, Somi Hun. 90 liter biztos, hűtő is megvan. Ja. Hűtő, egy, kettő. Kettő-kettő nekem. Az a biztos. Egyes, jó. Úristen, hogy kell felvezetni egy versenyt? Nem, valahogy így. Mész, úgy csinál, legyen. És tehetséges. Erre születtél, Jani. Mehetnél a safety car-ba. Akartam volna, hogy te lehet az új safety. Akadozik. Amióta szimulátorozok, most megyek először High Shadow-val, és kurva szép így a játék. Én nem állítottam semmit. Nem, csak elegem lett a csúnya. Így is ilyen 75 FPS-en mozog, szóval annyira nem gáz. Valeg. Reklámot hallottak. Tök jó. High Shadow-t mindenkinek. Esetleg mondd be a videókártyát típusát, de akkor az igazán. Ja, meg hogy hol lehet összerakva, hol lehet megtalálni. Fú, nem tudom. GTX 950 talán. Azt a F1. 950, Jani által összerakva. Jani szuperül vezet, támogassátok. Látjátok a streamen, nézzétek. Ha megnyered a futamot, akkor is ezt a győzelmet a Jani-nak ajánlanám. Hányan kijöttek ide Interlagosba, hogy... Most nekem beszélgettünk a Jani-val, hogy a
bevételének hány százalékát fogja felajánlni a szinkónak. Amerikó végül lemaradt, nem ilyen? Hogy megnézzék a szinkó versenyét, ó, arra megy. Tehát a mezőny végén? Gurulunk? Hát persze, hogy gurulunk. Nem tudom, nem lehet, hogy elment cigizni? Jó, szórakozás, akkor jó szurkolást. Gurul? Aha. Jaj! Hát ez... Jó, hogy bírt az autó. Jaj, de jön! Tolom neki. Ki az Godek? Ó, de jó. Elbibelődhetnének egymással. Ez igen. Jó keresztben megérkezett. Aztán mindent. Ah,
Ki beszél most? Már nem értjük. És recseg. Valószínűleg Ameriko. Na remélem Godek figyel az előző Indy Lights verseny után. Olyan, mint a mi. Valószínű. Amerikó család élete. Női hang jön Amerikótól. Igen, ezt a futamnak akkor az egyik srác az ilyen. Ajaj. Most chat lesz? Nem. A Jani. A streamet mutatja vagy mi? Nem szinte az lesz, hogy az egyik srác az ilyen értő. Ja, ja a gépe miatt. Na. Megcsúsztam. Ilyen nem kell. Ugadek, az igen. Hú, gyerekek, ez nagyon durva. Ó, hát most egyszer hibázott, hát nagy ügy, de a Gabi... Megöttem, van gyilok szépen. Hát eddig ez kurva jó. Ez az, gyerünk. Csináljátok. Ezt azért neked a falra. Igen, lassan. Igen, tehát, hogy még nem. Igazad van. Kedves Zsófi. Hogy megérkezett kis Balázs, kérem? Hogy jön szélárnyékban. De... Ad... Hát... De baszki, hát... Hát de nem hiszem el, hallod. Komolyan? Hát ez... Hagyjuk már.
Miért nem lepődök meg... Miért nem lepődök meg, hogy nem tudok egy olyan versenyen menni, ahol nem történne valami? Hát most nem tudom, hogy az eleje azt kapott-e vagy sem. Nem tűnik valami hú de jónak az autó. Történt? Még nem tudom megmondani, de nem valami jó az autó. Az autó. Nem várjuk az észterét. Jó lenne, hogyha mennél. Jó, hát mondom, hogy nem jó az autó. Jó kifogás. Hát falról pattattam vissza. Ah, bárki mondhassa. Vannak rá tanúk. Hát a bal első az kék, a RF szerint. Sötét kék. Ez ki a fasz? Uha. Hogy Gabi? Mi történt itt? Öreg. Hogy Gabi? Nem, szóval nem értünk össze. Én nem akartam. Nem akartam, azt mondja. Ez a baj, Freak meg oda kell fog húzni. De jó, feltartjuk egymást. Ja.
szóval megnyit. Ne! Hagyjatok most már békén. Próbálható áttételem. Ne, elúsztak a francba. Ez így nem, nem hiszem el. Ó, le is van maradva. Vagy le is vannak maradva egymást. Feltartanák őket akkor. Godekre közeledünk. Hát az nem a Godek szerintem, mert nagyon közeledünk rá. Mi van? Mi nem? Ki az ott? De az Godek, jó. Valaki látszik a táblák elvitelére. Kettő is eltűnt hirtelen. Pont az a kettő, amit eddig használtam. Kemény volt. Ez nagyon. Na, mi van Godekkel vajon? Belassult. Hibázta a frik. Jössz.
Godek van itt. Igen? Az, hogy Freak kap egy 5-10 másodpercet, az kész. Tehát nem fog ez megint kerülni. Én 11-12. Én gyorsan, hogy ilyen rosszul. De milyen nem is? 8-10. Jani biztos mindenben megy. Igen. Nem fékével van valami, vagy mi? Na, megmerjem előzni. Majd még közelébe se vagyok annak, hogy előzzek. Talán most. Elmérte? Oké. Okay. 9 másodperc. Jó, hagyjuk. Tenni kellene a távolságot. Ki tudja, mennyi büntetés jár ezért, ha jár. Viszont megelőzte Godeket, úgyhogy nem szabad lazsálni. Godek visszaelőzte? Jó. Oké, okay, nagyon jó. Aztán többek nem megyek is szárnyom, most szárnyom. Ne! Menj autó, menj. Baszki.
Ajaj. Mennyi idő van még hátra? 23 perc, úgy még a verseny fele. És egyszerű. Feladtad? Én el sem rajtoltam. Mindenképp elépkedsz. Nem, csak próbálgatom, hogy mit akadozhat a kép. Nem bírok rájönni. Olyan szinten, hogy akkor elkezdi, akkor Jani videó streamjét nézem, és az is akadozik. Wow. Haszki. Term. Ezért próbálni, ez volt régen egy AirFactor 2, mert nekem a mi HDR megjelenítést kellett kikapcsolni. Nem a AirFactor 2, amiben egész nap mentem, vagy se nem olyan volt. Meg mondom, most videót nézek, és az is akadod. Nézd meg, nem melegszik a videókártya, vagy a procid? Hát a videókártyát eddig néztem, az 60 fokra ment föl. Hát ez semmi. Procinak a hőmérsékletét azt szoktam lehetne nézni. Győzd be lehet. Majd a 64. Ja. Hova? Ajda 64, arra keresel. És ezt a ingyenes verzió is jó? Igen. Extreme Engine, de jó, hogy 70 verziója van. Tök mindegy, melyik. Open Harbor. Open Harbor. Kitakarítom hát valamelyik dolnak nem sebessége, de... Szóval nem tudok rá közeledni. Jó, rá is van fék ezzel a gumi. Hát 38 a CPU, az sem. Ez még hűvösnek is mondható. És feladat kezelőben nem? Kihasználtság procinak, memóriának, merevlemeznek. Az vagy a CPU-ra meg 100%-ot ír. Na, az a baj. 100%. Meg kell nézni, hogy mi az, ami így meghajtja. Rendes volt a CPU, azt látszom.
mi van? Na, itt teszteled, gondolom. Igen, a stressz cépőm azt így. Úgy kapcsolom a stressz, úgy meg... 35 szedben. Teknek elfogyasztott, hogy milyen vagy mi? Na, még ezt a második helyet is nehéz lesz megőrizni. Játék közben kéne nézni egyébként a Mexikó a hőmérsékleteken. Fölmentem és teljesen normális volt, azért néztelek titeket, hogy akadozik a kép és teljesen. Meg esetleg egy dolog, az SSD-d nincs tele. De nagy kár ezért. Hogy nem hallom, hogy hogy váltok lefelé, mert marog a hülye kormány. El van fékezve a gumi.
26-7-40, ki ment olyan időt? Ja, Godek. Jó, hát kim volt a boxba, gondolom. Tehetek van még? Mondjad? Hány literetek van még? 31. 26. 32. Na, hát az elég. Nem tudom, 10 körre írja, mennyi van még hátra. 3 perc. Elégnek kell lennie. Támad meg. De mi tapadásom az? Nekem se sem. Ja, persze, bőven előnek kell lenni. Gumival hogy álltak? 82% az első. Szerintem annak nem lehet hinni már, mint sokkal rosszabbnak tűnik, mint 82. Nagyon, igen. Hát ezt több mondanál is így van. Na, ez vagy akkor előnye lesz, hogy... Viszont megint jön. Na, pétába. Jó, és mi a fasz? Bocs, 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 bocs. Ó, bazd meg. Faszom. Bocs. Van 10 perc hátra. Ez támadási pozíció. Oké. Okay.
Elég kicsi a szárnya, azt a Gabi még megérkezik. Gyönyörű volt. Ez kemény. Akarja egy kicsit visszavenni, mert nem érlek utóla. Az nem baj. Jó. Jó, most kerültél elém. Nem érlek. Hú, baszki. Mennyi? Még 5 perc? Úristen. Majd a padás már nem nagyon van velem. Ja, most kezd jól lenni, megfutottam az egyéni legjobbat. Majd van fékkel is szerintem már. Hát ez szóval köszönjük. Egyébként vitted félretével középen nem tapad nekem se. Köszi.
Hol vagy? Összeértünk. Dehogy. Itt zörög minden, kérlek szépen, Zsófi. Azt a kurva! Vigyázzatok! Hát ezt még marha jól megcsináltam, mert nem fog annyi büntetést kapni, hogy megint kerüljön. Jaj, nagyon rossz már a gumi. Na, csak kivírom. Persze, elég lesz, igen. Ha most érek be, most meg lesz is. Freak! Hát Istenem. Az ütközéseket leszámítva nem volt ez rossz. Grat, Jani. Grat. Grat, Frick. Hát jó megcsináltam, mert... Ne? Jani, na, így utólag milyen szárnyad volt, csak érdekelne most így, hogy mennyit húz a szélárnya. Majd megírom. Oké. Hát, mert nem létezik, hogy annyi büntetés kapja, hogy megém kerülj. Hát... Azért... Először meg kéne óvni, meg vissza kéne nézni, Jani, mert... Hát mit nézek rajta vissza? Hát nézd vissza. Úgy vissza is nézem. Vissza. Jó, jöjjt, sziasztok. Vissza is nézem. Az a mod, ez kibaszott jó. Ez kúra jó volt amúgy. Kibaszott jó. Jaj, csak összeragadt az autó. Ezt nem értem, hogy ez mi volt amúgy. Hát én sem, nem örülök neki. Ez a mód, ez ilyen, vannak ilyen módok RF2-ben, hogy szeretnek összeragadni az autók. De ne ez a mód, ragadjon már össze, baszki. Kicsit bírta is, amikor hogy oda támasztott. Amikor Janival mentünk egymás ellen, akkor például simán rám támasztott, én rá támasztottam. Bírta. Hát jó. Akkor majd visszanézem, hogy nálunk hát, mi hol. Ez szerintem inkább versenybaleset. Annyi hát ezért mondom, hogy marha jól csináltad. Fordultam el. Hát, jó ötös volt eleje, baszki, ott négyen. Mondjuk... Ennél jobbra én alig, ha tudtam volna menni. 26 hetet, Frick, te futottad itt versenyt? Nem. Godek, ja, friss gumén. Jaj, friss gumén, oké, okay, jó. Ebből lehet, hogy az én setupom valami hihetetlen szar volt, mert a végén én leggyorsabb köröket mentem önmagamhoz képest. Na, vagy akkor éreztél rá jobb? Hát, amikor így összeállt, akkor nekem is az egy tizedre tőle a legjobbtól, de... Nézd, nagyon nehéz volt a végén már.
a kóstot ne vegyétek le alacsonyra. Én levettem 10-re. És a végén, mikor kicsi volt a tapadás, egyszerűen belementem egy kanyarba, elvettem a gázt és megforogtam. Mi az alacsony? Most mondta, hogy 10. 10. Ja. Mennyi, nektek ez mennyi volt? Na, hol vagyunk? Na, 50 környéke? 50, aha, ja. 30-szal mentem, de alul kormányzott volt nagyon megtankolva. És az elején tök gyors voltam, így ezzel, hogy tudod, kicsit liftoff voltam, és akkor elkezdett Miért mentél magad? Csúszik el. Nem tudom. Hát csak... Azt nem mondom, hogy nem mehettem volna szélesebben, de... Ja, akkor régen nem mentél soha. Köszönöm a játékot, szívesen. És pont elég volt ahhoz, hogy megpördüljek. Ja, mióta vigyázzak a gumira, most már magasabb szárnyat veszek. Ja. Nem, alapból jól lett volna a setup megtankolva. Főnök, nézed? Lett a gumit. Tök mindegy, mert ha kap, na is büntetést, akkor se kapna sokat. Amit kopott, a végén nem tudtam már befordulni se. Hát, óvható, de most 20 másodpercet nem fog érte kapni. Nézzük a fréket. Kodeket nem bírtam megelőzni szélárnyékba, ment el előlem. Na hát pont átcsúszott a rázókövön, igen. Na, nem ezt akartam. Ó, mit nyomkodok? Na, várjál. Mindegy. Ha hogy így, jaj vár, így. Hány versenyt fogunk ezzel az autóval menni? 3-at. Csak, nem áll. Átmegy a fehéren. Nem még egy egész bajnokságot. Hát a Sennással megyünk még 3-at, meg a Häkkinenessel még 3-at. Hát miért ott az még a pálya része? Hát nem. Nem? Nem tudom, a többi mennyire lesz. Minden megoldjuk. Kap, nem, de... Ennyit nem fog kapni, amennyire lemaradásom volt. Hát így van, én is ezt látom. Pontosan. Ennyi volt. Hát 10 másodperccel pont, hogy nem megyek semmire. Adjál neki 20-at. Na mindegy. Azért mondom, jól csináltam, mert ezek után tök mindegy. Mit csinálta, még el is húzott? Hagyjuk. Mindegy. Mindenesetre Paul és a második hely. Rázókő a szabály. Már itt van, már... már magyarázkodik. Jaj. Jaj, már megint jövünk a régi izékkel. Jó, lényegtelen. Majd pályán lerendezzük. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, aki itt volt. Jó verseny volt egyébként, én élveztem abszolút. És... Na, azért csak ott voltam pole pozícióban, utána a versenyen is. Meglátjuk, mi fog sülni ki belőle. Mindenesetre köszönöm tényleg, hogy itt voltatok. Legközelebb szerdán találkozunk. Akkor lesz... Mi lesz? Gran Turismo Sport. Sini Biszkarádna. Így van. Én is büszke vagyok magamra. A Gran Turismo Sport lesz. Szerdán. Ne felejtsétek el gyűjteni a Sönni simogatásokat, mert majd szombaton, amikor lesz a hosszú stream, amiben megünnepeljük, hogy ilyen jók vagyunk, ti is, meg én is. Ott majd értékes ajándékokat lehet nyerni. Többet nem árulok el. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy itt voltatok, szerdán találkozunk, sziasztok! Lekonf, megvan, hello!
Strike it. I can fly.